A Pápai Tűr István gimnázium és a svecingeni Hebel gimnázium között több mint 30 éves jó kapcsolat van. Nyugdíjba vonulásáig Eppel Ferenc tanár úr koordinálta ezt, azóta pedig Porpáci Alíz és Jankó Jana tanárnők szervezik a közös projektet. A járvány idején szünetelt a cserekapcsolat, s most ismét vendégül láthatják a tűrösök a partneriskola fiataljait. Ezúttal a gimnázium kórusának tagjai érkeztek városunkba, a 25 német fiatal pápai családoknál lakik. 25 diák érkezett, ez egy kórus tulajdonképpen, gyönyörűen énekelnek, tényleg nagyon-nagyon szépen. Egyébként a Hebel gimnáziumban, mint megtudtam, több mint 50 éve van kórus. 5 napot töltenek itt nálunk, van családi nap, amikor a családok viszik a gyerekeket és szerveznek nekik programot, illetve voltunk velük Keszthelyen, a Balatonpartot is megismerték, és ami nagyon érdekes, hogy ezek a gyerekek soha nem voltak még Magyarországon, egyikőjük sem. Úgyhogy ez egy külön élmény nekik, és nekünk is, mert tulajdonképpen akármit, bármit mutatunk meg nekik, minden új. Ami különlegessége még ennek a mai napnak, hogy a Rudolf 2006-ban lépett fel utoljára itt pápán kórussal, ő énektanár, karnagy, és egy nagy álma volt, hogy ő még mindenképpen egyszer legalább el szeretne jönni kórussal fellépni pápára, és az is egy nagy álma volt, hogy ő a ballagáson szeretne fellépni, neki nagyon tetszett ez, mikor először látta, hogy milyen is ez a rendezvény, és annyira megfogta, hogy azt mondta, hogy ő egyszer kórussal szeretne itt fellépni. Na most neki ez az álma most megvalósul, ami hát nekünk is nagy öröm. A ballagás előestéjén az Ótemplomban adott koncertet a svecingeni kórus. Ezen jelen volt Unger Tamás alpolgármester is. Kiemelte, hogy a városban több intézmény is tart fenn szoros kapcsolatot a német testvérváros iskoláival, és ezek a kapcsolatok rendkívül gyümölcsözőek. Jelenleg Pápán 3 olyan iskola is van, amelynek Svecingenben partner kapcsolata van, és úgynevezett tanuló cserét, diák cserét hajtanak végre, csinálnak pályázatokból és egyéb forrásokból, ami azt jelenti, hogy ellátogatnak egymás intézményeihez, egymás városába, és hát itt pedig egy különleges helyzetben vannak, azt hiszem, hiszen a családokon keresztül még közelebb, még jobban meg tudják egymást ismerni, és nem csak hivatalos kapcsolatok szövődhetnek, hanem személyes kapcsolatok is. A diákcsere kapcsolatnak sok évtizedes hagyománya van a Hebel és a Tűr gimnázium között, sajnos a koronavírus járvány, mint sok minden mást, ezt is megakadályozta. Szerencsére most itt vagyunk, s nagy öröm számunkra ez a koncert, és az is, hogy a gyönyörű pápai ballagáson is énekelhetünk, ez a mi svecingeni ajándékunk a ballagóknak. 1998 óta vagyok a Hebel gimnázium kórusának vezetője, rendszeresen fellépünk az iskolai és városi rendezvényeken. Ide most szakrális énekeket, német népdalokat, könnyűzenei slágereket, s meglepetést is hoztunk repertoárunkban. A meglepetés két magyar nyelvű dal volt, a Tavaszi szél vizet áraszt és a Székely asztali áldás, valamint a Gaudeamus igitur sem hiányzott a műsorból.